A harmadik részét kívánom elmondani a világosság, sötétség, ö, Isten igéjében leírt dolgairól. Olvasom hozzá Péter közönséges első levele második részének, 8. és 9. versét. Akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség királyi papság, szent nemzet, megtartása való nép vagytok, hogy hirdesétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Azzal kezdem, hogy mit kell hirdetni. Hogy a sötétségből a világosságra nem csak hívott, át is vitt. Tudjátok, akit átvitt, tudja, hogy arra hivattatok el, hogy cselekedjétek, ha kell szenvedve is, tűrve is, az Istennek kedves dolgokat. Elhívattatok, és hogy a Krisztus szenvedett érettetek, nektek példát hagyvány, hogy az ő nyomdakait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Ki szidalmaztatán viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket maga vitte fel a fára, hogy a bűnöknek meghalván igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyulátok meg. Most olyanok vagytok, mint a juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. A megtérés a sötétségből a világosságba, ahogy ő fogalmaz a halálból, az életbe. Ez a megtérés. Az élet világossága Jézus Krisztusban van. Az élet világossága nélkül az az élet halottnak minősítetik, amelyikben a gonosz van, többszörösen is, mert tudjátok, a hazugság például egy olyan megrendítő szellem, amelyik nem hordoz igazságot de szellem, mint létező valóság, a szellem, amelyik hazudik, amelyikben nincs igazság, amelyikben gyilkos indulat van, amelyik elmefertőző, amelyik elmevakító, maga a szellem a valóság, majd nem véletlen, és sokan nem hiszik el, elég nagy baj nekik, hogy kérem a betegségnek lelke van. Fogalma sincs az embereknek arról, hogy amikor a betegség lelkének hatalma van egy lélek felett. Na nézzük, hogy van-e hatalma a Szentírásban, a Jézus Krisztus beszéde szerint a léleknek a betegség felett. Azt mondja, hogy a betegség lelke 18 év óta tartja fogva. Vagy 38 éve tartja fogva. Micsoda? A betegség lelke. Miről beszél egy apa, amikor a fiáról beszél? Azt mondja, hogy egy lélek van benne, amely dobja tűzbe és vízbe. Megkérdik a tanítványok, hogy mi miért nem tudtuk kikergetni ezt a lelket, amelyik az élettel játszik. Dobja tűzbe, dobja vízbe. És akkor elmondja Jézus, hogy könyörgéssel, bőtöléssel, és, és bemutatja a hatalmát és szabadítását. Kérem, tessék megfogalmazni betegség felett? Vagy egy szellem felett, amelyik a betegséggel az embert kötözi, elképesztően nyomorítja, szenvedteti, öli. De beszélhetünk egy asszonyról is, aki, aki, elfogadja, hogy Jézus azt mondja neki, hogy nem küldettem csak Izrael házának elveszett juhaiért, és ebeknek nem jár a kegyelem. És azt mondja, hogy ebb vagyok. De az ebnek is adatik az asztalról morsa. Uram, ha ilyen morzsával megajándékozol, az én lányom az ördögtől megkötözött. És megszabadítatik. Tehát, amikor a sötétségről beszélünk, bűnről beszélünk. Nincs bűn szellem jelenlét nélkül. Nincs bűn. Nincs bűnre való fölbújtás. Személy nélkül nincs vágyat vágyatkeltő, nincs tanácsadó nélküliség. A bűn engedelmesség egy indító léleknek. Ezért azt mondja, hogy akik a földi életüket úgy élik, hogy azt tartják életnek, amikor egy másik szellem, hatalma, fölindítja őket Isten ellen, káromlásra, testi cselekedetekre, a gonoszsága együttműködésre, gonosztól való tudakozásra, lelkektől való tudakozásra, akkor ezt úgy, ahogy van, sötétségnek és halálnak nevezi az Úr. Megkérdezem tőled, ugye innen, kiszabadítattál. Ugye ezekből az állapotokból, nem is értik sokan, mit jelent Jézus sebeivel gyógyulánk meg. Ő győzedelmet vett a Golgotán, a sátán és szellemei felett. A, a betegítések felett, a szellemi betegítések felett szabadító lett, és átvitt a sötétségből az ő csodálatos világosságába tudjátok világosságot így nevezni, hogy csodálatos világosság. Ez azért különös kifejezés, mert a profécia így szól, hogy hívják nevét csodálatosnak. De egy embernek nem csodálatos Jézus, mert fogalma sincs semmiről. Nem tudja, hogy az ő Krisztusi lelke kielentette a profétának, hogy hogy hívják őt, és kinek mivé lesz amikor valakinek világosságot gyújt az ő szívébe, akkor gyönyörködni kezd az elméje, a lelke, a Jézus Krisztus személyében, mert ő lett nekem világosságul, ő lett nekem váltságul, ő lett nekem bölcsességül, ő lett nekem életül. Tudod? A kérdést így teszem fel, Sötétség, világoság. Miért fontos erről beszélni? Kérdésekkel válaszolok. Mit tetszik gondolni? Ezek a személyek, ezek a gonosz lelkek elmentek a földről? Itt hagyták az emberek feletti uralmat? A szolgasorba tiport embert, akiket bűnre csábítottak, akiket Isten ellenségévé tettek, akik akik itt az emberiség uraivá lettek, feladták hatalmukat az ember felett? Tessék válaszolni. Úr voltukat feladták? Mert ha következetesek vagyunk, akkor nézzük meg ennek a világnak a mai életét. Nézzétek, némelyeknek hatalma van a teljes embervilág felett, nem csak anyagi, gazdasági, szellemi, hanem katonai hatalma is van. Miért kell a Jézus Krisztus hitén lévőknek napi parancs szerint felvenni Istenek minden fegyverét? Tudod, nincs gonoszabb, mint a pucér hívő, aki nagy képűsködik, és se védelme nincs, se támadó eszköze nincs, hanem pucér, mikor vetkőzte le az Isten kegyelmének erőit? Kivetkőztette le abból? Kell-e sötétségről, világosságról beszélni? Hát hogyna a világosságnak van fegyvere? Jézus Krisztus igéje, az új szövetség igéje elmondja. Az emberiségnek kasztjai vannak. Erről egyszer beszéltem már, de gyorsan megismétlem. A túlnyomó többség a tömegek, egyszerű szolgalelkek, kérem, emberek és egyszerű szolgalelkek, önálló életet, életképeseget, nem is tudnak tervezni. Ezek annyira szolgálnak, hogy mindig elvárják, hogy megmondja valaki, hogy mit kell csinálniuk. Nem terveznek az emberek holnapot, nem terveznek a családok dinasztiát, nem terveznek az emberek Istennek tetsző szent életet, hogy őket kövessék, abban nem terveznek. Nyomorult kaszt. Na, ezek a szavazat nélküliek akik se ide, se oda nem tartoznak, és akár milyen módon kívánják őket szóra bírni, sose fognak szóra bírt emberré lenni. Akarat fosztott, értelem fosztott, holnapot nem álmodó, de tudod, bűnben, bűnlehetőségben gazdagságot kívánó, boldogságot kívánó, hát az bennük van. De sose szent módon. Találkoztam, én már álmodozó ember, aki azt álmodta, hogy ő, ő majd szent lesz, ő majd Isten gyermek lesz, amikor elmondtam neki, hogy jó, akkor tedd le az életedet Jézusnak, és ő használja. Ha akar tűzön, vízen, ő víz keresztül. Ó, oh, hát akkor nem. Ó, oh, hát akkor nem. És mondom, hogy sátán visz tűzön, vízen, eszébe se jutott. Eszébe se jutott. Ezek a megvetett, lenézett, már az ember élet normál szintjét sem elérő masszaperdícioniszt, tudod, átkozottak tömege. Gyötrött, kiszolgáltatott, nem képviselete az embernek ez a kaszt. A második kaszt az egy egészen különös, ö, napi betevőnél többje van fejlesztheti magát, akarhat lenni valaki, aki magáról tudja, hogy egyéniség jön, megy, utazhat, engedélye van rá, ő, ő kell, hasznos lehet másoknak, ügyeskedő, hasznos lehet magának, de több szabadsága nincs. Ha megnézi, mégis szolga. Egy sereg olyan erőnek, hatalomnak szolgálja, amelyik fölötte van, ő a másodosztályú ember. Soha nem lehet korlát nélkül, soha nincs hátrány nélkül, és soha nem lehet Jézus Krisztus hirdetője. A felső hatalom érzékenyen kiszűri a hatalomból az innen, ebből a kasztból oda át vágyakozókat kiszűri őket. Mint ahogy ez a sötét hatalom mindenhonnan kiszűri a világosság fiait. Mindig, mindenütt kiszűri. Vagy megalkuvásra készteti, vagy megkívánja vásárolni, ahogy a Jézus Krisztus megkísértésekor neked adom a földek kincseit. A harmadik kaszt, na ez az igazi bábkaszt a legáldázabb, legkegyetlenebb, mert tényleg báb, végrehajtója egy rajta kívülálló hatalmas szellemi hatalomnak. Ennek lett szolgája, osztályrészük ebben a világban van, rajtuk keresztül kifejti egy idegen hatalom, idegen szemléletét, idegen látásmódját, ami pont ellenem megy az Istenének, van erejük, és ezt az erőt, ezt az erőt bármikor az egész emberiség ellen bevetni hatalmasak. Ezek eldöntik, hogy mi szabad és mit nem, mi a bűn és mi nem, mi lehet és mi tilos. Isten pedig azt mondja, na állj. Átok alá rekesztettem az emberiséget, sötétségbe vannak, de tudd, ők nem tudják, hova mennek. Én tudom, hogy merre viszem őket. Viszem őket az ítéletre, és megtartom őket a bűneikben. Hatalmam van arra, hogy nem engedek kitörést a magát ellenem makacsul elszánt embernek. Átok alá rekesztettem a teljes emberiséget, harag, átok és ítélet alatt van, mind a három kaszt. De elküldtem a fiamat Jézust és felajánlottam rajta keresztül ebből az állapotból, ebből a szellemi elnyomottságból, ebből az elképesztő halálban tartott állapotból, Jézus Krisztuson keresztül elhozattam az élete vezető utat. Adtam benne fényt, adtam benne bölcsességet, adtam benne kegyelmet és annak szeretetét, és ezért hirdettettem így ki, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz benne elne hanem élete legyen. Szükséges-e beszélni sötétségről és világosságról? Igen, mert így folytatódik, aki hisz a Jézus Krisztusban, átment a halálból a világosságra, aki hisz Jézus Krisztusban ezt az ítéletet már nem kapja meg, átment a halálból az életre, és övé lett az élet világossága. Amen.